Jó reggelt kívánok! 2020. december 22-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy valamit megengedsz, és valamit nem. Van, amikor látást adsz, van, amikor pedig látás helyett hitet. Van, amikor megengeded, hogy észrevegyünk dolgokat, és máskor elrejtesz előttünk dolgokat. Hisszük, Urunk, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek a mi életünkben sem, hanem a te atyai gondoskodásod az, amely érvényesül a keresztény ember életében is, így a saját életünkben is. Kérünk, te gondoskodj most arról, hogy a lelki táplálékot is megkapjuk, hogy megértsük a te igédet, tudjuk a szívünkbe hordozni, és egész nap rád gondolni arra, hogy te mit üzentél nekünk. Könyörülj rajtunk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten ígét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a zsidókhoz írt levél 13. részének az első 6 versét a következőképpen. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, a tegnapi nap estéje, alkonyata lett volna az az időszak, amikor legteljesebben meg lehetett volna figyelni a Szaturnusz és Jupiter együttállását, ami azért fontos, mert 800 éve körülbelül, hogy történt utoljára ilyen, és állítólag a karácsonyi csillag egy újbóli feltűnése, noha volt már hasonlóra példa, de ilyen közelire nem, és meg kellett állapítsam tegnap, hogy nem sikerült, nem láthattam, mert hogy felhő takarta el az eget. Olyannyira, hogy már napok óta nem lehet szinte látni a csillagokat. Van-e vajon annak üzenete, amikor tudom, hogy ott van a csillag, de valamiért nem láthatom? Amikor tudom, hogy van valami, amerre Isten vezetni akar, de valamiért mégsem láttatja meg azt, hogy pontosan hogyan és mint akar vezetni. Egy bizonyos Sebastian Voltmer nevezetű asztrofotós, tehát csillagfotósnak sikerült egész szép felvételt készíteni, azt másoltam be ide, hogy legalább fogalmunk legyen róla, hogy mit is kellene látnunk, ahogyan ott van a hold, és nem messze tőle a két csillag viszonylag közel egymáshoz. Olykor Isten megenged dolgokat, hogy mások lássák, mi pedig nem. Itt viszont egyértelmű útmutatást ad arra, hogy hogyan is kellene a mindennapokat élnünk. Egyrészről beszél a szabadságról, aztán az elrejtettségről, és aztán az egzisztenciáról. Mert hogy az első, amit itt megemlít, hogy a testvéri szeretet maradjon meg köztünk. Ez nem az a fajta testvéri szeretet, ami a született testvérek között van, hiszen ők olykor akár meg is haragszanak, egymásra össze is vesznek, hanem az a fajta testvéri szeretet, amelyet Jézus Krisztus követői gyakorolnak egymás között. És azzal folytatja, hogy a vendég szeretetről ne felejtkezzünk meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden egyes ingyen élőt be kell fogadni. Félremagyarázása, kiforgatása lenne ez az igének. A vendég az, aki jön és tovább megy, és nem ott kíván letelepedni. A vendég az az ókorban, aki valamilyen úton van, és ahol megszáll, ott nem csak szállást kap, hanem adott esetben a készleteit is feltankolják, hogy tudja folytatni az útját, hogy tovább tudjon menni. A vendég szeretet egy alapvető dolog, amely a szükségletek kielégítését szolgálja megfelelő keretek között. Amikor mi vendéget fogadunk,
Amikor valaki eljön hozzánk, bejön hozzánk, akkor ez alkalom az evangélium hirdetésére. A keresztény embernél a vendéglátás alkalom az evangélium hirdetésére. Ezért tartja fontosnak a Szentíró is. Ugyanakkor beszél a foglyokról, és a foglyok tekintetében legalább háromféle fogolyról lehet beszélni mind a mai napig. Hiszen van olyan, akit fizikálisan is fogva van tartva, börtönben van. Van olyan, aki a saját házában van fogva tartva, talán azért, mert karanténban van, talán valamilyen mások miatt. És van olyan, aki lelki fogságban van, aki a saját lelkének a kalitkájába van bezárva. A foglyok meglátogatása azt jelenti, hogy akár fizikálisan elmegyek hozzá, akár felhívom telefonon, kapcsolatot keresek vele, hogy a külvilágtól ne legyen elzárva, hogy a lelki fogsága is enyhülni tudjon. Mert hogy gyötrelem van ebben a testben, mindannyiunknak a testében. Amíg testben vagyunk, addig lesz valamilyen gyötrelmünk is. Jó annak, akinek nincs gyötrelme, jó nekünk addig, amíg nem tudjuk, nem érezzük, hogy ó, addig azt se tudtam, hogy van kezem vagy lábam, mert eddig nem fájt. A gyötrelem hozzá tartozik testi mi voltunkhoz. És ahogy testi mi voltunkról beszélünk, úgy kell, hogy beszéljünk a kísértésekről is, és ezért is a következő, amelyet hoz, a házasság, amely legyen megbecsült és tiszta, és nem parázna, és nem házasságtörő. Egy kedves ismerősömtől tanultam azt a szófordulatot, hogy nem akarom, hogy jól essen. Nem akarom, hogy jól essen. Amikor adott esetben két ellentétes nemű, tehát egy férfi és egy nő között történik valami olyan, amely később kiváltó oka lehet egy mélyebb érzelemnek, akkor ez a házas férfi és házas nő között csak akkor lehetséges, ha ők egymás házastársai. Ha másnak a házastársáról van szó, akkor nem fogadom el, nem akarom, hogy jó lessen, legyen az akár egy bók, vagy valami más egyéb. És ennek kettős oka van. Egyrészt saját magam részére nem akarom, hogy később ez olyan érzelmeket váltson ki belőlem. Másrészt a másik felé nem akarom, hogy belőle váltson ki olyan érzelmeket, ami aztán alááshat egy másik kapcsolatot. Nem akarom, hogy jól essen. Ez döntés kérdése, és már rögtön az elején le lehet tisztázni olyan dolgokat, aminek később fatális következménye lehetne. Ebben a világban olyan sok minden csábít arra, hogy az ember parázna legyen, vagy házasságtörő. Az Isten igéje nem. Nem olyan régen olvastam azt az idézetet, nem tudom, kitől származik. Miért csalnál meg valakit, akit nem akarsz elveszíteni, olyannal, akit nem akarsz megtartani. Azt gondolom, innen is tovább lehet lépni, mert lehet a házasságot is Isten kezébe tenni, és tisztán, és megbecsülten megélni. Mert ez elrejtettséget ad az embernek, egy olyan háttérországot, amelyre szüksége van ahhoz, hogy az Isten országát tudja építeni a földön. Úgy folytatja, hogy ne legyetek pénzsóvárok. Miért? Azért, mert Isten gondoskodik az övéiről. Egzisztenciálisan is. Amennyiben pénzsóvár vagyok, akkor már nem Istenben bízom. És ez elégedetlenséget fog szülni. Így áll össze a szabadság, az elrejtettség és az egzisztencia. És ha mindezt látom, akkor magam is azt tudom mondani, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Mitől félnék? Az egyik most népszerű slágerben azt éneklik, hogy már csak magamtól félek. Még mindig van olyan, aki magától fél. Olyan jó, hogy saját magamtól sem kell félnem, ha az Isten kezébe van az életem. Mert mit mond? Velem van az Úr. Avagy Immanuel. Velünk az Isten. Azt várjuk, hogy ő megszülessen a szívünkbe. Még akkor is, ha most vagy olykor néha, felhőt akarja el az ő csillagát, de tudjuk, hogy ott van, és vezet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan jó tudni, hogy te vezetni akarsz minket. Hogy nem rejtőzöl el örökké előlünk, és ha olykor nem is kapunk válaszokat a kérdéseinkre,
te akkor is ott vagy, meghallgatsz, és nem kell kételkednünk abban, hogy gondot viselsz ránk. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor aggodalmaskodunk. Sokszor a gondokat nem vagyunk hajlandóak rád vetni, hanem tartogatjuk magunknak, hát, ha mi meg tudjuk oldani, egész addig, amíg el nem jutunk oda, hogy be kell ismerni, hogy nem megy. Köszönjük, Istenünk, hogy te ilyenkor is szeretsz minket. Köszönjük, hogy hitben vezetsz, és azt szeretnéd, hogy a hitben nagykorúságra jussunk el. Kérünk, Istenünk, te adj nekünk olyan szeretetet, amely tovább adható, és azt az igazi szabadságot adja meg, amelyet egyedül te adhatsz. Hogy benned legyünk elrejtve, hogy benned legyenek elrejtve a házasok, a családok, tőled várunk oltalmat, Istenünk, mert tiéd a mi egzisztenciánk, és te betöltöd minden szükségünket. Köszönjük, Istenünk! Így kérünk, adj áldott adventi várakozást. Növeld a mi hitünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!